Szerintem Magyarország egészen érezte magát elégedetnek és büszkének, amikor láthatta a tévéképen vagy az interneten keresztül, vagy akár személyesen ebben a stadionban, ebben a gyönyörű stadionban, hogy mit sikerült letenni az asztalra. És hát megmarad megint ez a, hogy mondjam, a magyar néplelket igencsak félreismerő politikai tábornak a fanyalgása, hogy te fogalmaztál. Én azt hiszem, hogy 13 évnyi, kétharmad után én a helyig legalább elgondolkodnék azon, hogy illene ilyenkor néha egy nemzeti egység részébe besorolni, és aztán legfeljebb megint foglalkozhatnak mással, csak ezeken a kiemelt szép pillanatokban, napokban legalább lehetnénk így együtt, de mindegy, majd legközelebb, majd az olimpiánál. Tényleg azt lehet elkezdeni tervezgetni, hogy akkor jöhet az olimpia, mert most már tulajdonképpen torna világbajnokságunk kívül, hogyha jól emlékszem, minden más szerveztünk. És beleálltunk, hát emlékezetek vissza, hogy a, a Duna Arénát hogy építettük meg? két évvel korábban, hogy visszalépett a másik pályázó, és, és be kellett ugranunk. Tehát látszik, hogy Magyarország azért, hogy a sportot példesztára emelje, és a nemzetközi vérkeringésbe bekapcsolódjon, írgalmatlan áldozatokra képes, és működik. A gazdasági értelemben nyilván, ezen belül turisztikai értelemben, és általánosságban Magyarország hírneve vonatkozásában nagyon sokat jelentett ez az esemény. És bár diplomáciai nagyüzemről beszéltek, és akkor szerették kihangsúlyozni, hogy a, most a Lajtától inkább keletre lévő kapcsolatok, egyébként energetikailag most sokkal fontosabb kapcsolatok révén került ez a híradásokban, de hát hogyha több mint 200 ország, 2000 hogy kb. 2000 sportolója megjelenik Magyarországon, az egy sportdiplomáciai nagyüzem is, úgyhogy ők is valóban véhetik a hírünket a nagyvilágban.